Ez a Kapospont, a Kapos Televízió hírműsora. A kipihent, elégedett dolgozó jobban teljesít. Ezzel a mottóval nyitott munkásszállót Kaposváron egy cég. Első körben 500 férőhely van ott. 42 fokos és ásványi anyagokban gazdag. Ilyen a Csisztapusztai fürdő termálvize. Emiatt egyre többen keresik fel a létesítményt. Közeleg a szüret időszaka, ilyenkor érdemes pár szót szólni a mustgáz veszélyeiről. A bajt egy kis körültekintéssel bárki elkerülheti. Jó estét kívánok! Magyarország energiaellátása továbbra is biztosított, akárcsak az átlagfogyasztásig járó rezsicsökkentett gáz, illetve áramár, mondta a tegnapi kormányinfón a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a kormány határidőre megküldte az Európai Bizottságnak azt az intézkedési tervet, amelyet ha Brüsszel is jóvá hagy, akkor hamarosan megkezdődhet hazánk számára a helyreállítási alap pénzeinek folyósítása. Az orosz-ukrán háború és az arra adott uniós szankciók következtében továbbra is jelentősen nőnek az energiaárak, mondta tegnap a kormányinfón a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely ugyanakkor azt is hozzátette, Magyarország ellátása egyelőre nincs veszélyben. Azt tudom mondani, hogy az energiaellátás Magyarországon mind a gáz, mind a villanyáram tekintetében biztosított. A jelenlegi fogyasztási, fogyasztói és piaci igényeket egyaránt ki tudjuk elégíteni. A folyamatosan tárgyalunk beszerzésekről, a stratégiai tartalékoknak a bővítéséről. A tárcavezető azt is hozzátette, mivel nem azonos a fűtőértéke az oroszországi, az otthon kitermelt és a nyugatról vásárolt gáznak, ezért rendeletben pontosítják az átlagfogyasztás szabályozását. Gulyás Gergely arról is beszélt, a kormány az elmúlt időszakban folyamatosan egyeztetett Brüsszellel a helyreállítási alapforrásainak feltételeiről. Igen, intenzív tárgyalásokon vagyunk túl. A mögöttünk hagyott egy hónapban, és különösen a mögöttünk hagyott két hétben napi rendszerességgel egyeztettünk a bizottság kijelölt képviselőjével és más tisztviselőivel is. Ennek megfelelően azt tudom mondani, hogy olyan választ tudtunk küldeni a bizottságnak, ahol a bizottság összes írásban tett javaslatával kapcsolatosan közös álláspontra jutottunk. Minden eddiginél szigorúbb és átláthatóbb rendszert hozunk létre az uniós pénzek felhasználására és az uniós közbeszerzések ellenőrzésére. A miniszter kérdésre válaszolva azt is elmondta, a tavalyihoz hasonló, azzal megegyező nyugdíjprémium kifizetésére számíthatnak idén is a nyugdíjasok. A felső határ 80 ezer forint lesz. A magyar erdők teljes biztonságban vannak. Fokozottan vigyázunk rájuk, még az energia veszélyhelyzetben is, közölte a napokban az agrárminiszter. Nagy István közösségi oldalán arról beszélt. Az állami erdőkben továbbra is tilos természetvédelmi vagy Natura 2000 területen az őshonos erdők tarvágása. A fakitermelésre vonatkozó kormányrendeletet szabályai kizárólag a veszélyhelyzet időszakában érvényesek. A vegetációs időszakra vonatkozó előírások pedig 2023. március 31-e után már nem alkalmazhatók az állami erdőkben. A tárcavezető szerint a megnövekedett tűzifa igény miatt a keresletet most elsősorban akáccal kell kielégíteni, ez a fafaj ugyanis kitermelés után nyers állapotban is jól használható. Az első lakók már meg is érkeztek Kaposvár legnagyobb, nemrég kialakított munkásszállójába. Az egykori leányotthon, illetve későbbi Flamingo panzió épületében most 50 férőhely van, de hamarosan 200-an is elférnek majd ott, kulturált és korszerű körülmények között. A befektető cég Kaposvár sikeres újraiparosítási programja okán gondolta úgy, hogy más nagyvárosok mellett a Somogyi megyeszékhelyen is létesít egy ilyen központot. A kipihent, elégedett dolgozó jobban teljesít. Ez a mottója annak a cégnek, amely munkavállalók számára alakít ki szállásokat szerte az országban, így például Budapesten, Győrben, Szombathelyen és Kecskeméten. A vállalkozás vezetője azt mondja, elsősorban a fejlődő iparral rendelkező térségeket keresik.
A mi üzleti modellünk az, hogy egyszerre törekszünk arra, hogy az ingatlant és az ügyfelet is behozzuk. Tehát nálunk egy ilyen kb. 80-90, inkább 90 fölötti kapacitás kihasználtsággal dolgozunk, ez még csak úgy működik, hogy akkor van az ingatlan, amikor az ügyfél. Kaposvárra az újraiparosítási program sikere miatt esett a cég választása. Kaposvár gazdaságának az erősödésével, azzal, hogy a kaposvári cégek is, de a betelepülő cégek is egyre több embert foglalkoztatnak, és szeretnének is még foglalkoztatni, egyre nagyobb igény mutatkozott arra, hogy egy munkásszálló épüljön Kaposváron. Az egykori leányotthonban, a későbbi Flamingo panzió helyén most első körben 50 főt tudnak kényelmesen elszállásolni. A tervek szerint év végéig még 100, majd újabb 50 férőhelyet adnak át. Úgy tudjuk, nem sokára az épület külső felújítására is sor kerül. Idén is több mint egy tucat helyszínen várja a városlakókat egy kötetlen beszélgetésre Kaposvár polgármestere. Szita Károly nagyjából 2 évtizede indította el ezt a fórum sorozatot, amely most hétfőn indul és egészen szeptember közepéig tart. Az előző évek tapasztalatai alapján az érdeklődők ilyenkor leginkább út és járda felújításról, családtámogatásokról, munkahelyteremtésről és az egészségügyi kérdésekről érdeklődnek. Ebben az évben ugyanakkor várhatóan energiahatékonysági, rezsi, illetve klímavédelmi témák is szóba kerülnek majd. Továbbra is stagnál a szennyvízben a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja, közölte ma a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Ezzel együtt az elmúlt héten több mint 14 ezer új fertőzöttet regisztráltak Magyarországon. Jelenleg 1200 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, hatósági házi karanténban 1800-an vannak. Szakértők szerint a vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is a vakcina felvételére kérik. Az oltás továbbra is elérhető a házi orvosoknál, a házi gyermekorvosoknál, valamint a kórházi oltópontokon is. Aki Modernával szeretne oltakozni, annak érdemes sietnie, mert már az utolsó adagokat kezdték el felhasználni. Miután ez a fajta elfogy, a Pfizer, a Sinopharm és a Janssen közül lehet majd választani. A közelmúltban a KKK teljes kerete elkezdte a felkészülést az új szezonra. Az edzéseket immáron a horvát Ivar Rudez irányítja. Kemény, fegyelmezett munkát követel, nem sokára jövünk a részletekre. Megkezdte a tanszercsomagok kiszállítását a rászorulóknak az Ökumenikus Segélyszervezet. Az önkéntesek munkáját ezúttal is az 1353-as adományvonalat tárcsázó, valamint a Magyar Posta támogatja. Az Iskola Kezdés Együtt elnevezésű akción idén is 2000 gyermek életét teszi könnyebbé a becsengetés előtt. A korábbi évekhez hasonlóan a csomagokhoz szükséges forrásokon felül beérkező adományokból a segélyszervezet az év többi időszakában is támogatni tudja a kapaszkodó programjának érintettjeit. Már kis vonattal is elérhető Balatonfenyves szomszédságában a Csisztapusztai fürdő. A 42 Celsius fokos ásványi anyagokban gazdag kénes gyógyvizet egyre többen keresik fel, amikor az időjárás miatt éppen nem lehet fürdeni a Balatonban. Gyerekek és felnőttek együtt pancsolnak a Csisztapusztai gyógyfürdő egyik kinti medencéjében. Sokan évek óta visszajárnak ide. Én nagyon szeretem ezt a fürdőt, több évtizede járunk ide az egész családdal. Ponyodligeten van egy kis nyaralunk, és onnan járunk át, viszont mi Pest megyeiek vagyunk, tehát Ócsáról származom, Ócsán lakom, de már akkor jártunk ide a Csisztafürdőre, még majdnem, hogy ilyen dagonyázó volt, és akkor is már nagyon élveztük, és úgy vettük észre, hogy nagyon jótékony hatása van. Voltak, akik kerékpárral jöttek ide Béla telepről. Sokat jártunk ide, Csisztapusztára, még a kislányunk nem született meg, és már 4 éve nem voltunk itt, és a kisvasút elindult, és gondoltuk, hogy eljövünk kisvasúttal, és aztán vissza biciklivel, de elnéztük a menetrendet, valahogy nem volt egyértelmű, és akkor itt a Beregbe jöttünk biciklivel. A Csisztai fürdő története az 1950-es évekig nyúlik vissza, amikor olajat kerestek a szakemberek, helyette azonban termálvizet találtak. Azóta működik a létesítmény. Jelenleg 5 kültéri medence és szauna is várja a vendégeket. Mivel a fürdő az egész térségben meghosszabbítja a balatoni főszezont, a jövőben gyermek és úszó medencét is szeretnének építeni ott.
A terveink pedig a fürdőre, természetesen, mint mindenkinek, álmodunk a szép új nagy fürdőről. Mi ezt készítettünk látványterveket, mint önkormányzat. Ezeket eljutottuk a turisztikai ügynökséghez. Bízunk abban, hogy a közeljövőben, vagy amilyen források megnyílnak erre a területre, így ezt a Csisztafürdőt is rentábilisan fogják kezelni, és valószínűleg bízunk abban, hogy fog nyerni valamilyen szinten pénzt, azáltal a fürdő fejlődni fog. Hamarosan a Fonyód Csisztapusztai kerékpárút építése is elkezdődik, ami szintén jótékony hatással lehet a környék béli vendégjárásra. Átlagosan 100 és 300 ezer forint közötti összeget szántak idei nyaralásukra a magyarok, derült ki a cikk Pannónia biztosító online felméréséből. A kutatás szerint a válaszadók nagy része a pihenés közben is szembesült az árak emelkedésével, így most többet költöttek, mint korábban. A felmérés eredményei alapján honfitársaink utazási szokásaira a koronavírus járvány és az orosz-ukrán háború egyaránt hatással volt. A megkérdezettek több mint fele kevesebbet utazik, mint néhány éve, és azt is jobban meggondolja, hogy hová megy, ha külföldi úti célt választ magának. E vonatkozásban hazánkban még mindig a Balaton környéke az egyik legnépszerűbb választás. Lassan beérnek a szőlőfürtök, elkezdődik a szüret, és lekerül a bor a pincékbe. Ott erjedni kezd, és mustgáz képződik. Ez a gáz azonban, ha nem figyelünk oda, halálos tragédiákat is okozhat. Amikor szület után a szőlő elkezd megindulni, tehát forrásba rendül, akkor mustgáz képződik, ami az oxigénnél ugye nehezebb fajsúlyú, és a pincét gyakorlatilag teljesen ki tudja tölteni. Magyarázastábunknak a mustgáz veszélyeit Göncz Gábor. A Toponári Medvésdülő egyik borásza azt mondja, az egyik legfontosabb óvintézkedés a gyakori és alapos szellőztetés. Az egyik leggyakoribb lenne, hogyha külön feldolgozó helység van, ahol a szőlő gyakorlatilag elforr, és a gázok a szabad térbe kerülnek. Nem mindenkinek adatik meg ez, hanem egyből lekerül a kis pincéjébe, ott, ahol szellőzési lehetőség nincs. És ezért képződik, megáll a mustgáz gyakorlatilag a pincébe, szellőztetéssel, illetve akinek módja és lehetősége van, akkor különböző veltérátorokkal kiszivattyúzni a pincéből a mustgázt. Közismert és elterjedt módszer a halálos gáz kiszűrésére a meggyújtott gyertya használata. Vagyis a gyertyát egy hosszú, két méteres legalább fabotra rá rögzítjük, meggyújtjuk, és előttünk tartva a szájunk magasságába, tehát ahol lélegzünk, visszük. És nyilván, hogyha elalszik a gyertya, akkor mustgáz van, tovább folytatni nem lehet az utat, mert azonnali halállal, légzés leállással. Tehát nem lehet játszani, nagyon komolyra kell venni a mustgáz előfordulását. Ugyanakkor az is igaz, hogy a gyertya lángját általában csak a 14%-ot elérő szén-dioxid tartalom oltja ki, miközben már akár a 9%-os koncentráció is végzetes lehet, ha valaki 5-10 percet egy ilyen pincében tartózkodik. Aki teheti, beszerezhet egy gázérzékelő riasztót, vagy egy koncentrációmérő készüléket. Hírműsorunk végén sport. Harmadik hete készül az új idényre a Kométa Kaposvári Kosárlabda Klub. Az elmúlt napokban már a külföldi játékosok is megérkeztek a Somogyi megye székhelyre, így Iván Rudez, mester immár a teljes keretnek vezényelhet edzéseket. Augusztus elején kezdték el a felkészülést a kaposvári kosarasok, igaz, akkor még csak a magyar játékosok álltak munkába. Azóta a nyáron igazolt külföldiek is megérkeztek már. A szokásoktól eltérően már a második hét után megérkeztek a légiósok, és ők is bekapcsolódtak a munkába. Lépésről lépésre haladunk, ahogy figyelemmel követem az edzéseket. A mester által kialakított nyomvonalat követve azt gondolom, hogy egy nagyon jó hangulatú és a csapatkémiát tekintve jó összetételű formációt sikerült összehoznunk. A Kométa KKK ügyvezetője szerint a nyáron szerződtetett horvát vezetőedző Iván Rudez is hamar felvette a fonalat új állomás helyén. Nagyon profi, nagyon felkészült és nagyon-nagyon komolyan veszi azt, amit csinál, de azt gondolom, hogy ezt nem is lehet másként. Nagyon kemény,
fegyelmezett munkatempót, munkamorált követel, és tulajdonképpen az egész csapat körül lévő tevékenységet ez határozza meg. A játékos keret néhány nappal ezelőtt lett teljes a brit Amin Adamuval. A 25 esztendős sportoló egy hónapig próbajátékon lesz a Delfineknél. Több játékos neve felmerült erre a posztra. Végül is úgy döntöttünk, hogy Aminnal próbálkozunk elsősorban. Az elmúlt napokban végzett edzésmunkája, illetve maga a személyisége, azt gondolom, hogy nagyon pozitív. Én bizakodó vagyok az ő személyével kapcsolatban is, és bízom benne, hogy vele fog kiegészülni, illetve teljessé válni a négy légióst, egyelőre négy légióst foglalkoztató csapatunk. A kétszeres bajnok kaposváriak számára október 1-én kezdődik a pontvadászat, akkor a szolnoki olajbányász érkezik a Kaposvár arénába, majd egy héttel később a címvédő Falkó KC Szombathely otthonában lépnek pályára. Nemzetközi tornán bizonyítottak a fiatal kaposvári pólósok. A 8. Olympics Way International Waterpolo elnevezésű viadalnak Pécs adott otthont a mögöttünk hagyott hétvégén. A sereg szemlén a Kaposvári Vízilabda Klub gyerekcsapata is részt vett. Prikidanovics Nándor, valamint Palatinus Erik tanítványai a hazai utánpótlás műhelyek mellett egyiptomi együttesektel is megküzdöttek. A KVK végül két győzelemmel az előkelő 6. helyen zárta a megmérettetést. Főbb híreink még egyszer röviden. A kipihent, elégedett dolgozó jobban teljesít. Ezzel a mottóval nyitott munkásszállót Kaposváron egy cég. Első körben 500 férőhely van ott. 42 fokos és ásványi anyagokban gazdag. Ilyen a csisztapusztai fürdő termálvize. Emiatt egyre többen keresik fel a létesítményt. Közeleg a szüret időszaka. Ilyenkor érdemes pár szót szólni a mustgáz veszélyeiről. A bajt egy kis körültekintéssel bárki elkerülheti. A 67-es főút lezárt szakaszán hajtott a forgalommal szemben egy autós. További videós részletek internetes oldalunkon a kapos.hu-n. 7:30 új adással jelentkezik kulturális magazinunk a Génius. 8:30 pedig a vasárnapi református istentiszteletet nézhetik meg felvételről. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra! A kapospont után már is jön az időjárás jelentés. További felmelegedésre és egyre több napsütésre számíthatunk a következő napokban. Igaz, holnap még helyenként egy-egy zápor, illetve zivatar bármikor előfordulhat. A hajnali órákra 16-18 fokig hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 27-29 fok körül alakulnak. Pénteken többnyire napos idő várható, néhol azonban átmenetileg megnövekedhet a gomoly felhőzet, és kisebb eső is kialakulhat. Kora reggel 17-20 fokot, délután 29-31 fokot mérhetünk. Ez a meleg nyári idő a hétvégén és a jövő hét elején is folytatódik, sok napsütéssel és időnként némi frissítő csapadékkal. Az időjárás jelentés támogatója a Bold Ingatlan, az ingatlanok szakértője. Ha ingatlant keres vagy kínál, keresse a Bold Ingatlan profi csapatát.